mit gondolsz, hogy miért fontos a állampolgári, a közösségi részvétel? Hát az egy alapvető dolog. Az egész emberi életnek a szerveződése az tulajdonképpen a kisebb közösségekből megy, tart a nagyobbak felé. Tehát a családtól kezdve biológia ki van mutatva, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy egy ilyen 20-30 fős közeg vegye körül, akikhez fordulhat, akivel eszmét cserélhet, akikkel az ügyeit intézheti. Na most ez tulajdonképpen évezredeken keresztül mindig magától szépen kialakult. Ezt látjuk a hagyományos közösségekben, ahol 150-300 fős falvaknál, ahogy mi ugye tanulmányozunk a népzenei kutatások során, ott remekül elrendeződtek a dolgok már a táncházban. Már a táncházban a táncolás közben kialakult, ugyanis ott a fiatalok számot adnak a tudásukról, a képességeikről, egymást kiismerik. Tehát mindenki bemutatkozik, hogy mire képes. Azok a tapasztalataink vannak, hogy már a táncházban kialakult az, hogy ki lesz majd a bíró faluba, ki az, aki ügyintéző, ki az, aki már más feladatok képessége, más feladat ellátása is képes. Tehát valami teljesen természetes módon megismerték egymást ezek az emberek, hiszen együtt éltek és szemtől szembe élték az életüket, és elrendeződtek azok a viszonyok, amik aztán az egész közösségnek a tevékenységét irányították. Na most nyilvánvaló, hogy a közösségnek megvannak a belső érdekei, és ezt csak belülről lehet képviselni. Tehát ha mindenki, aki benne van, aki érintett, nem hallatja a szavát, és nem mondja el a véleményét, nem vesz részt ennek a formálásába, akkor ott valami tönkre megy, de nem szokott ez így történni. A baj mindig ott kezdődik, amikor egy külső, egyre nagyobb szervezetek kezdenek beleszólni ezekbe a kis közösségbe is, és akkor már nem ismervén a helyzeteket, már olyan fals rendelkezések jönnek, amik aztán szétzillálja, tönkre teszik ezeket. Nekem az a tapasztalatom, hogy a mostani kataklizmáig több évezreden keresztül ezek elég jól működtek. Ezek a kis közösségek szépen kormányozták magukat, megszervezték a munkájukat, a szórakozásukat, a gazdasági helyzetüket. Ha csak nem jött egy török, tatár, kuruc, akármi, ami elhajtotta a teheneit, vagy ez működött. Mi ezt tapasztaltuk, mint egy ilyen aranykort, amikor elmentünk gyűjteni, még a 70-es években is. Még az erdélyi falvakban, még ezek gyönyörűen működtek. Nem menjünk messzebb a táncháznál. A táncháznak is ugye mindig volt egy kezese, aki elintézte a rendőrségi engedélyt, aki beszervezte a zenészeket, aki megalkudott velük. Az egész falut ebbe beavatta, a fiatalok összeadták rá a pénzt. Tehát egy olyan fokú szervezettséget láttam csak ezen az oldalon, hogy irigykedve néztem, hogy bár nekünk ez így lepottyanna. Ami bajt látok az, hogy most több nemzedéken keresztül el lettünk szoktatva attól, hogy saját ügyénkbe beleszóljunk. Az emberek, hogyha sokat ütik a fejüket, akkor megtanulják, hogy nem kell beleszólni. Visszahúzódók lettünk, ezt még néha magamon is látom. Nem helyes. Én azt látom, hogy ha a kisebb közösségek itt a városon is, bár már mesterséges körülmények között, de a létre tudnak jönni, akkor ez szépen kialakulnak az embereknek, megvannak a képességeihez. Össze lehetne foglalni, hogy mire lehetne szükség ahhoz, hogy ez a közösségi részvétel ezek között a körülmények között is szélesebb, vagy mindennapibb, hétköznapibb legyen? Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy ezek a szűkebb körök létrejöhessenek az emberek körül. Tehát egyrészt ez a 20-30 fős, ami persze annyit jelentene mindenki számára, ez nekem is szól, meg neked is, hogy igenis tartani kellene a baráti kapcsolatokat, vissza kellene hívni embereket telefonon, összejöveteleket kéne tartani, el kéne menni egymáshoz, amire nagyon-nagyon szokott lenni idő, ugye? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, erre tudatosan kellene ezzel foglalkozni. A másik pedig, hogy ezek a kissé nagyobb közösségek, tehát amik már ilyen kerületbe gondolkodnak, vagy egy ilyen klub köré szerveződnek, vagy mit tudom én, torna klub közé, vagy táncegyüttes, vagy színjátszó kör, vagy akármi, hogy ezek jobban tudjanak egy kicsit tagokat toborozni maguknak, és összekovácsolódjanak emberek egymással, valami közös munka, vagy közös dolog kapcsán. Én ebben látom a lehetőséget a jelen körülmények között. Az, hogy gombokat nyomogatunk, és mindent megcsinálnak helyettük, és csak vásárlókká válunk, az egy tragédia.